A Baksi temetőben és a templomban is lélekharangot avattak. Az átadón stábunk is részt vett. Lélekharangot avattak Bakson. Először a temetőben, egy 1879-ben Budapesten öntött, restaurált harangot állítottak ki. Az átadón a település polgármestere, Búza Zsolt köszöntötte a résztvevőket. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Farkas Sándor államtitkár urat. Tisztelettel köszöntöm Antal Imre plébános urat, a megjelent képviselőket és mindazokat, akiknek érdeme volt vagy van abban, hogy a mai napon ünnepelhetünk, és a mai napon átadhatjuk újfent, ismét harmadszorra vagy negyedszerre a Baksi köztemetőben a lélekharangot. Aminek történése van, és szeretnék egy kis történetet elmesélni, hogy hogyan is jutottunk el ide. Úgy jutottunk el ide, hogy itt, ahogy most éppen vagyunk, itt volt az előző lélekharang is, illetve lélekharangok is itt voltak, és egy olyan fölépítmény, ami négy lábon álló tetőszerkezet volt, és ezt az eleink állították a halottaink tiszteletére, és arra annak a tiszteletére, hogy amikor kísérjük utolsó útjára a halottat, akkor természetesen a lélekharang hangzásával együtt kísérjük az utolsó útjára. Ezt sajnos voltak olyan galádok, akik az eleink erőfeszítései ellenére is, azt hiszem, hogy kétszer, emlékeim szerint kétszer sajnos eltulajdonították, mivel az akkori vezetőség ebbe beleunt és belefáradt, és anyagi lehetőségei nem voltak, nagyon sokáig harang nélkül állt ez a szerkezet. Majd miután harang nélkül nem volt élettel teli, illetve hát nem volt funkciója, egy idő után ugye megrogyott ez a szerkezet, és kénytelenek voltunk ezt a szerkezetet lebontani. És időközben pedig arról értesültünk, hogy Pusztaszeren is lélekharangot állítanak, és itt szeretném kiemelni államtitkár urat, országgyűlési képviselőnket, hogy mennyire fontos az, hogy összekovácsolódjanak a polgármesterek, összekovácsolódjanak a települések, hiszen így egymás történéseit is tudjuk követni, és hát hál' Istennek a szomszéd településsel nagyon jó a viszonyom, itt Máté Gábor polgármesterről szeretném megemlíteni, és én nyomon követem Pusztaszer történéseit, és hát ott láttam, hogy milyen jól megszervezték ezt az egészet, és akkor gondoltam rá, hiszen nekünk is van két darab harangunk, ami funkció nélkül áll valahol a raktárba, és hogy milyen jó lenne nekünk is ezt valami funkcióval ellátni. Hiszen ez a két harang, amit most itt a temetőben szentelünk újra föl a plébános úr, illetve majd a templomban a másikat, ezek funkcióval voltak ellátva, hiszen az imaházunkban volt mind a kettő, és hát amikor haláleset történt, vagy tűzeset, vagy bármiféle olyan dolog történt, akkor ezek bizony funkcionáltak és szóltak az embereknek. No, idővel ez sikerült megmenteni, illetve hogy ne vigyék el a településről, de hát ugye raktárba porosodott, és jött az ötlet, Pusztaszer ötletén alapulva, hogy milyen jó lenne, hogyha nálunk is itt lenne. Restauráltuk, fölújítottuk a harangokat, és szeretném megemlíteni, hogy a mostani állványnak, vagy mostani alapnak, tartó szerkezetnek a szellemi atya az szintén Pusztaszer polgármester, ez elvitathatatlan, tehát Máté Gábor alkotta meg. Szerintem nagyon szép lett. Akkor a kivitelezésbe Grósz Sándor segített a fa munkába, a vasmunkába pedig Toldi Mihály segítkezett, úgyhogy ezúton is szeretném nekik megköszönni. Az erkölcsi támogatást pedig természetesen a plébános úrtól kaptuk, hiszen folyamatosan egyeztettünk vele, hogy lélekharangot szeretnénk a köztemetőbe, illetve hogy a templomba is szeretnénk elhelyezni egy úgynevezett
mobil anyagot, és természetesen ebben az ötletben én azt gondolom, hogy minden, mint minden olyan más ötletben, vagy más fejlesztésben, ami a közjavát szolgálja, a képviselőtestület is egyként állt hozzá, és támogatta ezt a kezdeményezést. Farkas Sándor, országgyűlési képviselő folytatta. De most, mikor itt vagyunk, ebben a járvány sújtotta talán legnehezebb időszakban, mégis nagyszerű dolog az, hogyha egy település vezetői összefogva más településekkel, együttműködve a helyi plébánossal, az egyházakkal, egy ilyen nagyszerű dologra szánták el magukat, hogy ismét lelket, harangot adnak, harangszót adnak azoknak, akik majd következnek ezek után temetésben. De mégis azt kell, hogy mondjam, hogy örömteli is ez a nap ebből a szempontból, mert ilyen alkalmak ritkán adódnak. Ritkán vannak ilyen pillanatok, amikor nem csak a településekben, hanem a közéletben is tudunk most egy picit talán mondhatni ebben a nehéz helyzetben is ünnepelni, és ez ünnep is egyben. Ünnep azért, mert egy nagyszerű összefogás eredményeképpen létrejött ez a nagyszerű harangláb, és ugyanakkor azt is mondhatom, hogy ez az itt élő embereknek megint egy olyan plusz tud adni. Igaz, hogy az utolsó útjukon, vagy a őket, következőket érintően, de mégis azt kell mondani, hogy fontos, hogy ez a harangláb itt van, és ott lesz majd a templomban is egy másik harang. Az, hogy milyen hányattatás és tortúra volt, ez legyen a múlt, de az a kérésem, hogy őrizzétek meg ennek a nagyszerű harangnak a sorsát, lelkét, úgy, mint a majd a templomban lévőt is. Antal Imre, Baks plébánosa fejtette ki a harang üzenetét, majd felszentelte a harangot és a haranglábat is. Amikor egyik-másik helyen megszólal a harang, nem délkor, a szokott időben, vagy reggel 6-kor, vagy este 7-kor, hanem úgy napközben, akkor sokszor kapok telefonhívást, és ez a kérdés, hogy atyám, ki halt meg? És ez nekem olyan rosszul esik. Mert azt gondolom, hogy a harang szava nem a halál hírnöke, hanem az életet hirdeti. Éppen ezért jobban hangzana a kérdés, hogy ki költözött át a más világba? Ki az, aki már a túloldalon folytatja az életét? Talán mindannyian egyetértünk abban, hogy aki elhunyt, annak már mindegy, hogy szól a harang vagy nem. A harang nem a megholtaknak üzen, hanem azoknak, akik itt maradtunk, akik élünk. És a harangnak a szava az életet hirdeti. Azt, hogy a halállal nem ér véget az élet. A halál az csupán átmenet ebből a világból a más világba, ami hitünk szerint egy boldogabb, örömtelibb világ. A temető után a templomnál egy másik mentett harang került átadásra. Mind a két harang pusztaszeri mesterek munkáját dicséri. Máté Gábor, polgármester tervei alapján, Grósz Sándor asztalos, valamint Toldi Mihály készítették el. A másik nagy öröm számomra, hogy egy olyan harangot sikerült megmentenünk, amelyet 1851-ben öntöttek, és amelynek ki tudja, hogy milyen útja volt, és hogy miért öntötték, és hogy miért éppen Szent Gellértet ábrázoló szenttel öntötték ezt a harangot, de mint tudjuk, Isten útjai kifürkészhetetlenek, és hát már akkor gondolom, hogy a Jóistennek ezzel valamiféle küldetése volt, hogy Szent Gellértet öntötték erre a harangra, hiszen abban a egyházmegyében vagyunk, amelynek a védőszentje nem más, mint Szent Gellért. Végül Antal Imre plébános zárta a harangátadót. Emlékeztessen bennünket ez a harang erre is.
hogy lehetnek olyan távoli vagy idegenből érkező hangok, amelyek nem mindig lehúznak bennünket, vagy nem mindig a mi kárunkat akarják, hanem pontosabban felemelnek bennünket, és a javunkat szolgálják. Adja Isten, hogy legyen elég bölcsességünk, és megfelelő lelki beállítottságunk arra, hogy ezeket a hangokat is meghalljuk. Áldja meg az Úristen ezt a harangot, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy kis teleket és a környékét bemutató kiadványról kérdeztük Vas Rozáliát. Egy projekt keretében Kisteleken egy kiadványt adta ki, amelyben a helyi termelőket és kisteleket mutatják be. Erről kérdezem Vas Rozáliát. Köszöntelek, mit is tudhatunk erről a kiadványról? Kik szerepelnek benne pontosan, és mik tekinthetők meg benne? Én is üdvözlöm a nézőket. Egy olyan kiadvány készült el, amit én személy szerint nagyon örülök. Remélem, majd mindenki másnak is tetszeni fog. Ez a kiadványa volt egy projektünk, ami a Tudor, mi Tudor néven neveztük, egy tudásorientált információ átadásról szólt a turizmus területén, amiben Móra Halommal és Öttömössel együtt dolgoztunk. Többféle rendezvény valósult meg a projektből, és elkészült ennek során egy kisteleki turisztikai arculat, illetve elkészült egy emblémázott kiadvány, illetve hát összességében kettő, amivel én úgy gondolom, hogy egy kicsit egy régi hiányosságot sikerült pótolnunk, hiszen a kistelekre látogatók nem nagyon tudják, hogy mit, hol lehet megnézni, nincs elég információjuk arról, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak elérni a településen, és mivel egy kicsit én lokálpatrióta is vagyok, számomra ez azért is fontos, mert szeretném megmutatni egyébként a helyieknek is, hogy azért nem annyira rossz hely Kistelek, és hogy ha átlapozzák ezt a kiadványt, most akár a koronavírus alatt, akkor lehet, hogy találnak benne olyan ötleteket, hogy itt a környékben hova tudnak elmenni esetleg egy-két órára sétálni, túrázni, kirándulni. De igazából persze turisztikai kiadvány, de én azt gondolom, hogy akár a helyiek számára is mutathat egy-két érdekes dolgot. A kiadványt ugye a projekt keretében úgy mondom, hogy hát ugye árajánlatokkal kell kiválasztani, hogy ki fogja az arculatot megtervezni. Egy szegedi vállalkozó adta a legkedvezőbb ajánlatot, Vas András, és én úgy gondolom nagyon jó, és tehát nem csak az árajánlata volt jó, hanem a munkája is egy nagyon lelkiismeretes és kiváló minőségű munkát tudott létrehozni, és így készült el ez a 44 oldalas kiadvány. Ugye, hát amit lehet rajta látni egyrészt, ugye, hogy van egy kistelek, ugye, hát ilyen logó, ami ugye a szökőkutunk közepén, tehát a közepét, a tetejét ábrázolja, a hátulján egy a naplemente képével. És ugye sikerült kialakítanunk egy szlogánt, hogy Kistelek, ahol a családi emlékek születnek. Nagyon nehéz volt egy jó szlogánt kiválasztani, hiszen azért Kistelek nem egy fürdőváros, vagy nem egy valami egy dologról híres település, amit könnyű egy szlogenbe alkalmazni, viszont így, hogy megvizsgáltuk a helyi turisztikai szokásokat, tényleg azt tapasztaltuk, hogy nagyon gyakran a családosok érkeznek ide, hogy eltöltsenek itt egy hosszabb hétvégét, egy 4-5 napot szülők kisgyerekekkel, vagy nagyszülők unokákkal, és azokat az élményeket keresik, amelyek nem túl veszélyesek egy kisebb, tehát akár a kisebbekre, illetve mindenki megtalálja magának való szórakozást. És ebben a kiadványban egyrészt összeszedtük azokat a dolgokat, amiket Kistereken, ha sétálnak, ha körbe mennek, meg lehet nézni, meg lehet tekinteni, illetve a környékbeli településeken azokat, amiket egyrészt úgy láttunk, hogy különlegesebbek, vagy akár az adott településen lakók javasolták, hogy az náluk egy értékes és érdekes dolog. Így kerültek bele Csengeléről, a Mórafák, a Jónás borászat, a Bogárháti templom, ugye, ami még egy Árpád-kori emlék, illetve Pusztaszer, ugye a hét halom, illetve a hét vezér emlékmű, a Makovec kápolna,
Ópusztaszerről több dolog, illetve ugye természetesen Kistelek, vagy Balástjáró, Nandafalva, tehát azok a dolgok, amik nem megszokottak, és nem, egy, nem mindennapi, viszont nem biztos, hogy akár a helyiek, vagy akár az ideérkezők tudatában ezek teljes mértékben képben vannak, hogy ilyen itt elérhető. És úgy oldottuk meg a kiadványt, hogy minden elérhető, hát most azt mondhatom, hogy látványosságról, vagy szórakozási lehetőségről van egy kicsi rövid leírás, és minden elérhetőséget próbáltunk mellé rakni, tehát e-mailt, Instagramot, Facebookot, telefonszámot, hogy ha valaki itt van, és szeretne oda menni, akkor azért biztos, hogy legyen olyan információja, hogy ott vannak-e, be lehet-e most menni, meg tudja nézni a látványosságot, vagy nem. Ebben megtalálhatók egyébként szolgáltatások is, úgy akár a lovaskocsizás, akár egy lovastanya, akár olyan falusi vendégasztal, ahol fogyasztani lehet, mint például a Kistelken, ugye a tündérkert, ilyen, hogy ott lehet fogyasztani, vagy mint a bogyólé, ugye, hogy meg lehet tekinteni, azt is meg lehet kóstolni. Tehát többféle lehetőséget próbáltunk bemutatni, és nagyon remélem, hogy aki ezeket kipróbálja, vagy megtekinti, akkor azoknak ez egy élményt fog jelenteni. A kiadványból jelenleg egyébként 1000 darab készült el, és ezt egyrészt ugye a helyi, tehát akik ebben a kiadványban szerepelnek, településekre is juttatunk el belőle, illetve azokhoz a szolgáltatókhoz, továbbá ugye magából ugye a városnak is ez rendelkezésre áll. A jelenlegi kiadvány 44 oldal, úgy van elkészítve, és úgy is tervezzük, hogy ezt lehessen bővíteni, hiszen ha elkészül mondjuk a városban a Kegyereti Park, vagy a városközpont mondjuk még zöldebb lesz, és lehet már dekoratív képeket róla készíteni, akkor valószínűleg a következő kiadványba ezek már bele fognak kerülni, vagy ha valaki jelentkezik, hogy az ő szolgáltatása is úgy gondolja, hogy ebbe a kiadványba érdemes lenne beletenni, akkor ezekre lesz lehetőség, és ha a következő nyomtatásnál, akkor ezeket tudjuk tovább bővíteni. Tehát maga a kiadvány, ez egy kiindulás, és ez lehetőséget ad arra, hogy tovább lépjünk belőle. Én nagyon remélem, hogy a helyiek is, ha találkoznak vele, akkor örömmel forgatják, és talán találnak benne egy-két érdekes dolgot. Még ami nem teljesen elterjedt, viszont nagyon népszerű, beletettük a környékünkben megtalálható geocaching pontokat. Ugye ezek azok a pontok, ahol úgy mondanám magyarosan, hogy kincsvadászatra van lehetőség. Tehát bizonyos helyeken elrejtenek egy ládát, amiben van egy füzet, és abban, ha te ezt a ládát megtaláld, akkor bele tudod írni a nevedet, hogy ti itt jártatok, illetve van benne valami kis tárgy, több darab kis apró tárgy, amit te egyet kivehetsz magadnak emlékbe, és helyette egy másikat beleteszel. Utána ennek van egy honlap oldala, ahol persze még be is jelölheted, hogy te megtaláltad ezt a pontot, de ez azért nagyon jó, mert ugye a gyerekeknek érdekes, meg kincset keresnek, van egy célod, hogy akkor elmész azt a pontot megkeresni, ugye a GPS koordináták vannak hozzá megadva, illetve le van írva a hely, mint például a Kisteleken a Kócsókápolna mellett van egy ilyen, de tehát itt a járásban többet is lehet találni, hát a kiadványban ugye körülbelül egy 8 ilyen pontot tüntettünk föl, úgyhogy ha valaki ezt szereti, vagy szeretne valami hétvégi elfoglaltságot, akkor ezt tudnám javasolni itt a helyben élőknek is, hiszen ha már nem mehetünk messzire, akkor itt a környezetünkben nézzük meg azt, ami szép és jó és érdekes.